Jó estét, Kertváros, jó estét kívánok, kedves nézőink! Szeretettel köszöntjük Stefánia nevű nézőinket, és persze mindazokat, akik ezt a csatornát választották a ma esti tévézéshez. A műsorral vagy más egyébbel kapcsolatos kérdéseiket, ötleteiket a 41-820-as telefonszámon tehetik fel. Először következzék egy rövid képes műsorajánló. A drog. Színházi vállalkozás a Konzum RT menedzselésével. Amit természetes, azt a természet adja. Újra megnyílt a herbária szaküzlet. Eddig nem tudta, hová forduljon? Már van egy fix pont a városban. Születésnapi meghívó, ünnepség az Aranykacsában. Könnyű zene videón. Neoton másodszor. Most pedig egy kicsit részletesebben. A műsorismertetés után korunk pestisével, az étszel foglalkozunk 18 óra 35 perckor. Ezután információk, színes riportok következnek, a kezdési időpont 18 óra 40. A reklám után stúdiónk vendége Szentirányi József, az MSZMP Pécs Városi Bizottságának első titkára. A beszélgetés riportere Pánis György lesz. Erre 19 óra 15 perckor kerül sor. Mesével búcsúzunk a gyerekektől 7:30-kor, ezután híreket mondunk, majd ismét reklám következik. Adásunkat Könnyű zene videón című műsorunkkal fejezzük be, amelyben a Neoton Família szerepel majd, körülbelül 8 előtt 10 perccel láthatják ezt a műsort. Kedves nézőink, a WHO adatai szerint földünkön 124 ezer AIDS beteg él, a fertőzöttek száma 5-10 millióra becsülhető. Az Egészségügyi Világszervezet 1988. december 1-jét az AIDS elleni világnapnak nyilvánította. Azért tartják ezt szükségesnek, hogy felkeltsék az emberek figyelmét a betegség elleni nemzetközi összefogás szükségességére, valamint arra, hogy az AIDS ellen az emberiség nem tehetetlen, megállíthatja annak terjedését. A Szociális és Egészségügyi Minisztérium is fontosnak tartja, hogy a világnapról országszerte megemlékezzenek. Nos, mi éppen ezt tesszük. Néhány pillanat múlva egy a BBC által készített film részletét mutatjuk be, amelynek szintén az AIDS a témája. Az AIDS-től való félelem arra vezette a labdarúgó egyesületeket, hogy megtiltsák a bárok látogatását, a pályán adott csókokat. A félelemtől néhány templomba járó ember visszariad attól, hogy így van az úrvacsora kehelyből. Elkerülhetetlen, hogy a sok mítosz és helytelen nézet ezekhez hasonló, sokkoló hatású újságcikkekhez vezessen egy ilyen, a közegészségügyet nagymértékben veszélyeztető fenyegetésben. A baj az, hogy a tények és a találgatások annyira összekeveredtek, hogy már nehezen lehet elmondani, mi a valóság, és mik az egyszerűen alaptalan félelmek. Felkértek bennünket, hogy próbáljuk meg eloszlatni az AIDS-szel kapcsolatos zavarokat, hogy mindenki maga dönthesse el, fenyegeti-e ez a veszély. Kezdésként elmondhatjuk, hogy a betegséget még senki nem kapta meg attól, hogy egy szobában volt egy fertőzött személlyel, közös pohárból ittak, vagy egymás után fürödtek. Semmilyen bizonyosság nincs abban a tekintetben, hogy az előbbi módok egyike által valaki megkapta volna a betegséget. A szenvedélyesebb csókolózás sem fertőzött meg senkit. Így a száj-száj kapcsolat úgy tűnik nem terjeszti az AIDS-et. Valójában elég nehéz megkapni azt a vírust, ami AIDS-et okoz. Így néz ki egy AIDS vírus nagyon erős mikroszkopikus nagyításban. Lássuk, hogy jut a szervezetbe, hogyan lehet ezeket távol tartani onnan, és miért hordozhatja valaki hosszú ideig őket anélkül, hogy betegséget okoznának. Mindez az AIDS vírus nagyon szokatlan jellemzőivel függ össze, amit egyszerűsített modell segítségével magyarázhatunk. Természetesen igen sokféle vírus létezik, ezek egyike például a közönséges influenza vírus. Valójában ez egy kicsiny szerkezet.
Mint minden vírus, ez is parazita, nem tud egymagában élni. Szüksége van egy másik szervezetre, amelynek a sejtjében élhet. Nos, az influenza vírus az orrot és a torkot bélelő sejtekben él, szaporodásához szükséges, hogy az egyik szervezetből a másikba juthasson. Ez a levegőn keresztül lehetséges. Ha megfázom, tüsszentek vagy köhögök, sok láthatatlan vírus részecskét röpítek a levegőbe, amelyek ott utaznak egy mit sem sejtő áldozat felé. És ha a levegő hozzám jutott, belélegeztem, akkor ezek a láthatatlan vírus részecskék elérik az orromat, a torkomat, és már meg is kaptam Julianne nátháját. Kösz. Most már én is náthás lettem. Természetesen tovább is adhatom. Nos, a nátha vírus igencsak ellenálló. Jól bírja a változó körülményeket, amelyek közepette utaznia kell az egyik szemétől a másikig. Nem úgy az AIDS vírus, amely valójában igen törékeny. Ha alávetjük a rutinvizsgálatoknak, amelyeket a nátha vírusra alkalmazunk, azonnal elpusztul a vírus érzékeny külső burka. Ezért nem lehet megkapni az AIDS-et a mindennapi kapcsolatokban. Egyszerűen nem képes életben maradni a levegőben, dolgok felszínén úgy, mint ahogy a nátha vírus. Az AIDS vírus csak testnedzekben tud életben maradni, ahol valójában él is. Ezért ahhoz, hogy emberek között utazzon, közvetlenül az egyik ember testnedvével kell a másikba jutnia. A fertőzés legegyszerűbben a vér közvetíti egy tűről vagy egy fecskendőről. A fertőzött személy injekciózása után ugyanis a tűn és a fecskendőben maradó vér fertőzőképes. Ha tehát ugyanazt a mosatlan tűt és fecskendőt használják egy másik személy injekciózására is, a vérszennyeződéssel együtt megkaphatja a vírust is. Ezért vannak veszélyben a kábítószer rabjai. És ezért olyan fontos, hogy a tűk és a vérrel kapcsolatba kerülő egyéb eszközök újak vagy megfelelően sterilizáltak legyenek. A kórházak, rendelőintézetek és fogorvosok megteszik a szükséges óvintézkedéseket, és így nem veszélyeztetik a kezelés alatt állókat. De a füllyukasztásra, akupunktúrára vagy tetoválásra használatos felszereléseket is sterilizálni kell, hogy kiküszöböljük az AIDS átvitelének kockázatát. A véren kívül a vírus életképes az ondófolyadékban is, és a hüvelyváladékban is, ami a női hüvelyt nedvesíti. Ez azért van, mert e folyadékokban, mint a vérben is, sok a vírus életében létfontosságú sejt van, a fehérvérsejtek. Ahogy a nátha vírusa megtámadja az orr és a garat sejtjeit, úgy támadja meg az AIDS vírus ezeket a fehérvérsejteket. Emberek bíznak abban, hogy a nyál és a könny nem fertőző. Ezért nem kell aggódni a labdarúgónak a pályán kapott csókok miatt, vagy attól, ha valaki után iszunk. Bárki, aki eddig megkapta a vírust, úgy fertőződött meg, hogy a vírus közvetlenül jutott be a vérrendszerébe egy már fertőzött személy ondójával, hüvelyváladékával vagy vérével. A fertőzött vérrel való közvetlen kapcsolat azt is jelentheti, hogy a csecsemők is megkaphatják, mert egy fertőzött terhes anya átadhatja gyermekének vagy még a méhen belül, vagy szülés közben. Baranya megyében a mai napig HIV pozitív eset nem fordult elő, illetve nem tudunk róla. December 1-én a Parkmoziban minden előadás előtt AIDS-szel kapcsolatos felvilágosító filmet vetítenek. December 5-én 13 órakor a Parkmoziban az AIDS-szel kapcsolatos felvilágosító filmet, melyből az előbb láttunk részleteket, és egy amerikai játékfilmet láthatnak az érdeklődők. Előtte dr. Szilárd István adjunktus tart rövid bevezetőt. Kedves nézőink, színes információink következnek. Első filmünk riporterének, Szűcs Enikőnek személyében új kolléganőt avatunk ma, akinek egyébként ez az első riporteri munkája. Enikőről azt kell tudni, hogy a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójának nemzetiségi szerkesztőségében dolgozik. November 21-én hétfőn került sor az ifjúsági házban Moravec Levente és Pap Zoltán Drog című musicaljének előadására. Azt hiszem, nem árulunk el különösebb titkot, hogyha elmondjuk, hogy a darab tulajdonképpen arról szól, hogy a drog, a kábítószer élvezete hogyan zilál szét egy zenekart. Vas Zoltán Ivánnal, a darab rendezőjével arról beszélgettünk, hogy mi a véleménye
a kábítószer élvezetről. Weber Györggyel, a konzumáruház műszaki igazgatójával pedig a darab létrejöttének körülményeiről beszélgettünk. A drog egy eltorzult világ tipikus jelensége. A menekülés, a kiszállás, a felejtés, a nem részvételnek egy olyan zsákutcája, amit ez a 20. század nagyon markánsan létrehozott, és hát most nagyon nehezen vállalja érte a felelősséget. Ez ugyanolyan szörnyűségnek és ugyanolyan torzulásnak érzem, mint a jelen társadalomnak számos más problémáját is, amivel most lassanként immár nyilvánosan is szembe merünk nézni. Eddig nem lehet. Sajnos az egész társadalom különböző rétegeiben megjelenő menekülésforma. A fiataloknál elsősorban azért, mert elég perspektívátlan és kilátástalannak tűnik a következő 5-10-15 év, és ezt egy... És te is így látod? Hát én már nem vagyok annyira fiatal, én magam is elég nehéz jövő éveket sejtek, de hát tőlem én egy másik fajta életfelfogásban nőttem fel, és én nem menekülök. Hogyan történt a találkozás a konzumáruház és egy színházi produkció között? Hát ismert, hogy a konzumáruházat elég sokan megkeresik a támogatási ügyekben, és Moravec Levente, a darab szerzője és a főszereplője keresett meg minket, hogy szintén támogassuk az ő darabját. Beszélgetésünk folyamán hangzott el az ötlet, hogy ne támogatás legyen, hanem egy menedzselési forma. Az igazság az, hogy ilyen vállalkozás még az országban nem volt egyedülálló. Valahol mi is kíváncsiak voltunk arra, hogy valóban a kultúrába nem térül meg a pénz valamilyen formában. Ugyanis azt látja mindenki, hogy a kultúra veszteséges ráfizetéses és állami támogatásból él meg. Erre kíváncsiak voltunk és szeretnénk most bebizonyítani, hogy végülis egy cég közreműködésével is lehet nyereségesen egy darabot színpadra állítani. Váltsunk témát. Napjainkban egyre kevesebb kisgyermek születik, így fokozottabban irányul a figyelem arra, hogy a megszületendő kisbabák életképesek, egészségesek legyenek. A tudomány fejlődésével ez egyre inkább elérhető. Néhány évvel ezelőtt Budapesten Czeisel tanár úrék kidolgozták az optimális családtervezés programját. Erre szeptembertől Pécsett is lehet jelentkezni. A helyi megbízott Rothmeier Mónika. Őt a Pote szülészeti klinikáján kereste fel Sipos Erika. Mit akar az optimális családtervezés fogalma? Tulajdonképpen a fogamzásra való tudatos felkészülést. Itt megtörténik a fogamzás optimális napjának meghatározása, ugyanis a jelentkező nők 3 hónapon keresztül ébredési hőmérsékletet mérnek, ami alapján kideríthető az ovuláció napja, és ebből következtetünk az optimális fogamzási napokra is. Milyen segítséget nyújtanak ezen kívül még a programban? Tulajdonképpen a 3 hónapos felkészülési idő alatt magzatvédővitamint szednek a nők, ami a velőcsőzáródási rendellenességeket hivatott megelőzni, ilyen a nyitott hátgerinc, illetve koponya hiány. A másik mindjárt a jelentkezéskor rubeola vérvétel történik, tehát egyértelműen kiderül, hogy a jelentkező nő rubeola ellen védette, tehát átesette rubeola fertőzésen vagy sem. A 3. leglényegesebb dolog a koraterhes vérvétel, amelyen lehetőség nyílik arra, hogy már a 2 hetes terhességet kimutassunk. Ez azért nagyon fontos, mert a terhesség 2., illetve 8. hetek között alakul ki a magzat létfontosságú szervei. Egyelőre hétfőn, kedden délután van rendelésünk, illetve pénteken egész nap szeretnénk ezt bővíteni. De ez egyelőre függőben van még,
igazán most derül ki, hogy milyen forgalommal számolhatunk, úgyhogy valószínűleg hamarosan meg fog jelenni vagy az újságban, vagy a rádióban az új rendelési időpontunk. A kisbabák azután felnőnek, bölcsödések, óvodások, iskolások lesznek. És persze elkezdjük félteni őket. Van is mitől. A következő egy percben erről is szó lesz. Életveszélyes helyekre szeretnénk felhívni a nézők és persze az illetékesek figyelmét. A Malonvölgyi útkereszteződésnél nincs kijelölt gyalogátkelő hely és tábla, pedig elég nagy itt a forgalom. Erre járnak a kisiskolások a Rózsadombról a Testvérvárosok téri iskolába, a nagyobbak pedig Kertvárosból a Tarimre szakmunkás képzőbe. Az autók pedig mind a négy felől mindenfelé. Még a felnőtteknek is igen nagy figyelmet kell fordítani az átkelésnél a gépkocsikra, nemhogy a gyerekeknek. Különösen most a jeges csúszós időben. Felvételeink egyébként a múlt heti nagy havazás után készültek, ekkor még nem sikerült a csapadékot eltakarítani mindenhonnan. Tehát ha lenne zebra, akkor sem biztos, hogy látszana. Itt viszont a 6-os autóbusz Sarahin úti első megállójánál van is, látszik is. Ugyanakkor mind az autósok, mind a gyalogosok részéről nagyon rosszul lehet be, illetve kilátni a kanyarba. Itt tehát az átlagosnál nagyobb odafigyelésre van szükség. Világszerte előtérbe került az egészséges életmód, egészséges táplálkozás, a vegetárius étrend. Divat fitnek, sportosnak lenni. Szerencsére a sok rossz mellett nyugatra ez is begyűrűzött hazánkba. Egyre többen keresik a természetes ételeket, természetes gyógyszereket, különböző kozmetikumokat. Hiszen fűben, fában van az orvosság. De ez már Sipos Erika mondja a következő tudósításban. Fűben, fában az orvosság, tartja a régi mondás. S napjainkban ismét egyre többen vallják ezt. Ennek bizonyítékaként kaphatott a Sallai utcában egy új, nagyobb üzlethelyiséget, a Herbária gyógynövény szaküzlet. Az ízléses és hangulatos berendezés, a színes dobozok, tégelyek szinte csalogatják az arra járókat. Az üzlet vezetőjét Nagy Istvánnét kérdeztük, milyen újdonságokkal szolgálnak. Megjelentek az új mecsek tejakeverékek, amivel bővítettük az üzlet profilját. Ezen kívül szeretnénk gyógykozmetikumokkal, finomkozmetikával az üzletünket bővíteni, és nagyon sok más jellegű áruval. Ilyet említhetnék még a diabetikus dolgot, aminek a teljes színskáláját, ha mondhatom, itt fogjuk tartani, mert úgy veszük észre, hogy igény lenne itt a városban rá. Szerkesztőnk Katona Ágnes a lelkünkre kötötte, feltétlenül említsük meg. A Herbáriára visszatérünk még következő műsorainkban. Most pedig ismét egy új boltról lesz szó, pontosabban irodáról. Azaz, hogy mi is ez valójában, kiderül a következő filmből. Közismert, hogy Magyarországon minden kapható, csak az nem, amit éppen meg akarunk vásárolni. Egy-egy apróságért olykor hetekig, hónapokig járjuk a boltokat, mint hiába. És persze erre egyre kevesebb időnk jut. Pontosan egy hete nyílt egy új üzlet a Kossuth Lajos utcában, amely talán segíthet ezen a gondon is. Nyitrai Bélával, a Fixpont vezetőjével beszélgettünk. Őszintén megmondom, én még nem voltam olyan boltban, ahol ennyi minden kapható, de semmi nem vihető el. Hogy van ez? Hát tulajdonképpen elvihető, csak nem innen közvetlenül boltból, hanem a nagykerünk raktárából. Úgyhogy itt, amit bemutatunk, mind az összes áru egy kis kerülővel mindjárt föl is pakolható. De ha nem felpakolják, akkor elvihető oly módon is, hogy mi vállalkozunk annak a kiszállítására. Tehát én itt kinézek magamnak egy ruhadarabot, vagy valamilyen rádiót, vagy egy ventilátort, vagy itt szétnéztem, hogy vihetem ezt el, illetve honnan vihetem el, vagy egyáltalán miért vannak ezek itt? Hát a lakossági vásárlóink azok közvetlenül nem tudnak itt vásárolni, őnekik inkább az a szándékunk, hogy bemutassuk azt, ami a nagy kertbe kapható, hanem itt inkább a közületi vásárlókra gondoltunk a széles áruskálával. Engem elsősorban, illetve a nézőket elsősorban a lakossági szolgáltatások érdekli. Kérem, erről beszélni egy picit bővebben. Igen.
nagyon sok probléma merül fel azzal, hogy már a boltot magát se találja meg néha, mert ugye előfordul bolt áthelyezése, vagy éppen profilváltása, és emiatt aztán előfordul, hogy útvesztőbe kerül a vásárló. Azért is volt ennek az irodának a fixpont a címe, a neve, hogy ez adjon egy olyan fixpontot a tájékozódásához, ahol tulajdonképpen ezek után el tud igazodni, tehát el tudjuk igazítani, hogy mit, hol árusítunk, melyik profilunk például egy költözés után hova került, mi annak a boltnak a neve, címe, hol találhatja, meg telefonszámot tudunk adni, esetleg árumélységbe is be tudunk jutni. Én szeretnék vásárolni egy eredeti német Römer Topf edényt. Ha ide bejövök, megtudhatom-e, hogy hol kapok ilyet, vagy pedig végig kell járnom Uránvárostól Kertvárosig az összes baranyak előzletet? Na hát éppen ez a cél, hogy ne kelljen végigjárni, illetve legalább ha már végigjárja, akkor csak a szaküzleteket, amelyik ebbe illetékes lehet, de előfordul olyan, hogy ez persze kapacitás függvénye megint, hogy föl tudjuk vállalni, hogy mi fölhívjuk azokat a boltokat, amelyik ilyesmit forgalmaz. Ezt most meg is tudjuk próbálni esetleg? Meg lehet próbálni, igen. Nos, mit sikerült intézni? Igen, sikerült elintézni a római edényt. Most érkezett a Hammerli üzletünkbe, Kossuth Lajos utcába. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Különösen a nagy karácsonyi ajándékozás előtt lesz érdemes felkeresni a fixpontot a Kossuth Lajos utcában. A következő percekben ismét áruról lesz szó, amennyiben a kultúra annak tekinthető. Kulturális ajánlóműsorunk következik. Jordán Tamás az előadója a József Attila Estnek, amit november 30-án 19 órakor az Ifjúsági Házban tekinthetnek meg. A héten pénteken este 7 órakor a Dozsóban az új hullámos Sex Appeal és a Beriari és a Pillangók elnevezésű együttesek koncertjét hallhatják. Másnap ugyanitt 19 órától a Nosztalgia Esten az 50-es, 60-as évek zenéjére táncolhatnak. A Presszórok kedvelői december 3-án 19 óra 30 perckor az Apáccai Nevelési Központban az aranylemezes 13+1 zenekar soroksári sör délutánján vehetnek részt. A Nevelési Központban ismét télapó szolgálat. Házhoz megy a télapó, ha a szülők a Művelődési Ház információjánál december 4-éig érdeklődnek. S vajon mit hoz a télapó? December 6-án minden gyerek megtudja és megkapja megérdemelt ajándékát. Ezen a napon 14 óra 30 perckor az Ifjúsági Házban a Bibábó együttes várja a legkisebbeket. Másnap a Dozsóban délután 2 órakor kezdődik a Mikulás napi műsor. December 5-én és 12-én hétfőn a Drog című musical 19 órakor kezdődik az Ifjúsági Házban. December 9-én 19 órakor Pokolgép koncert lesz a Dozsóban. Erőnlét, ritmusérzék, tehetség és jó menedzselés. Ezek szükségesek ahhoz, hogy valaki eredményesen induljon egy táncversenyen. Ebben az esetben a siker nem marad el. Nézzük meg, mi történik a parketten. Mondom, hogy ez a tánc, illetve minden tánc komoly fizikai erőnlétet, állóképességet igényel. Hogyan edzett, hogyan készült fel a versenyre? Heti 4 alkalommal napi 2 órát edzettem. Az átlagos fizikai igénybevétel mellett az a tánc, a diszkótánc, amelyet a világversenyen elő kell adni, az valóban fárasztóbb, mert akrobatikázni kell. Számított arra, hogy bekerül a döntőbe? Tulajdonképpen a titkos vágyam volt bekerülni. Annyiban már, ha lehet úgy mondani, számítottam rá, hogy tavaly Tunéziában világkupát rendeztek, és ott a döntőbe jutottam. Ott 7. helyet értem el. Milyen volt a verseny hangulata? Hát a verseny hangulatára az, hogy amikor mi, hogy Franciaországban volt ez a dolog, Grenoble-ban az olimpiai stadionban, ahol 15 000 ember fér be, és dugig tele volt a 15 000 stadion,
Hát őrjöngés, főleg amikor egy francia vagy egy olasz ment, de első van, amikor franciát hazai ment, ugye akkor őrületes volt a hang. Most az Attila Kassa még csak annyit, hogy amikor ő oda ment a döntőbe, hát ki tudta, ki az a kis pici magyarot Magyarországra, azt se tudták ki. Tehát egy ilyen nagyszerű bemutatkozással 2-3 másodpercben a szívükbe zárta a francia közönség, és óriási vastagsa honorálta az ő rögtön az első 10 másodpercét, és utána még fokozta ezt. Riportunkban Rovó Attilával, a világbajnokság 6. helyezettjével Mátyás Judit beszélgetett. Ha a 70-es évek elején egy fiatal hétvégi szórakozásra indult, azt se tudta, hogy melyiket válaszza a sok lehetőség közül. A Pannonia bárban Bornemisza Géza volt a diszjockey, a KPVD-ben Kaponyáék játszottak, a Kiszövben az X együttes. Nagy Lajosban a Meghalor, a Csontvári udvarban a Só együttes szolgáltatta a zenét. A belvárosi Aranykacsa étterem megpróbált valamit átmenteni a régi szép időkből. Pontosan egy évvel ezelőtt mutattok be a kertvárosi nézőknek a belvárosi Aranykacsa éttermet, ahol egy blues kocsma üzemel. Akkor Háber Tamástól, az üzletvezetőjétől azt kérdeztük, hogy honnan jött az ötlet, most pedig azt, hogy hogy vált be. Tavaly, amikor az üzlet ki lett adva szerződésben, kapura jött a blues zenekarnak a megalakulása. Célul tűztük ki azt, hogy az üzletben megújulunk, új szisztéma szerint dolgozunk, más vendéglátást csinálunk, mint amit eddig, és ezen keresztül jól jött az, hogy egy újabb vendégkört, más embereket tudunk behozni az üzletbe. Mindig csodálkozom, amikor ilyen blues kocsmában lányokat látok. Azt hiszem, hogy a lányoknak nem igazán kedvenc zenéjük a blues. Hogy van ez? Dehogy nem. Ezt nem lehet így külön szétosztani, hogy fiúkra meg lányokra. Ez szerintem olyan zene, hogy ezt nem lehet. Milyen itt a hangulat? Nagyon családias, nagyon jó. Én nagyon szeretek ide járni, nem tudom. Most kezdtük el kibővíteni ezt a rendezvényt, úgyhogy minden hónap utolsó péntekén vacsorával együtt egy éjfélig tartó estet rendezünk. Én úgy ítélem meg, hogy megérte belevágni ebbe a vállalkozásba. A zenekar egyre jobban képviseli ezt a műfajt, egyre egységesebb a zenéjük, és egyre népszerűbbek lesznek a városban. Álmunkban se gondoltuk volna, hogy ma itt megünnepelhetjük az egyéves jubileumunkat. Ezek szerint jól megy, röviden. Milyen foganatja van ennek a zenének, a blues zenének? Hát ahogy tapasztaljuk, egyre jobb, és aminek legjobban örülünk az, hogy a fiatalabb korosztály is érdeklődik. Ti valamennyire tovább jutottatok ebbe a zenébe, amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor elmondtátok, hogy ti nem igazán pénzt akartok ebből csinálni, hanem inkább a saját örömötökre szeretnétek zenélni.
Ez így van mind a mai napig, sőt, közben ugye természetesen felvetődtek olyan dolgok, hogy hát csinálhatnánk felvételt esetleg lemezre, kazettára, elvihetnénk ide-oda Pestre, aztán rájöttünk, hogy ennek semmi értelme, mert itt mi minden szerdán nem is túlzás ünnepelünk. Ünnepeljük a szabadságot, a felszabadult hangulatot, ünnepeljük a mai egyre nehezedő és egyre rosszabb körülmények, rossz hangulatban élő emberek között azt, hogy nekünk van, egy héten egyszer van egy jó napunk. Gyuri, te egy oklevelet kaptál, miért? Hát ezen az egy éven, ami itt most ünneplünk, én végig itt voltam a zárástól, illetve nyitástól a zárásig, és hát ahogy itt az oklevélen is áll, hogy a szocialista bluesért érdemrend, hát egyáltalán ez a zene örök életébe tetszett nekem, nem csak ez a zene, hanem ez a régi vágású zene, nem a modern tónik, meg ezek hasonlók, és egyszerűen szeretem.
kiemelném, mint elsősorban fontosabb az autránoktógyújtás megszakítót. Ez a téli hidegindításokat tekintve pillanatnyilag aktuális is. Külkereskedelmi forgalomba kiajánlottuk, úgy néz, hogy a fogadtatása kedvező. Ezen felül megemlíteném az ugyancsak szabadalom alapján készülő, itt a látható termosztát vezérlő berendezésünket. Ez tulajdonképpen azt biztosítja egy lakás, illetve a lakója részére, hogy amikor ő elhagyja a lakást, illetve hazaérkezik, a közben lévő idő ne a fűtés energiát használja, tehát tulajdonképpen a fűtés csak a megérkezése után, illetve előtte nagyon rövid idővel kapcsolódik be. Megemlíteném még a Koblak mobil zárat. Olcsó, tartalmát tekintve én azt hiszem azért mégis kielégítő, olyan biztonsági fokozatot képvisel, amit tulajdonképpen ma ajtó, ablak, bármilyen nyilászáró szerkezetekre a gyárak használnak.
Bizonyára az önök figyelmét sem kerülte el az a hír, amelyet többször olvashattunk már a Dunántúli Naplóban, nevezetesen, hogy december 17-én városi pártértekezlet lesz Pécsett. Köszöntöm a stúdióban Szentirányi Józsefet, a Pécsvárosi Pártbizottság első titkárát. A központi bizottság annak idején, mikor ez az egész témakör szóba került, ugye, ha jól tudom, nem tette kötelezővé sem a megyéknek, sem a városoknak azt, hogy pártértekezletet tartsanak. Volt, ahol tartottak, volt, ahol nem. Ha jól emlékszem, egyszer olyasmi is megjelent a Pécsi Labban, hogy nem lesz városi pártértekezlet, aztán mégis lesz. Mi ennek a magyarázata és az indoka? Köszönöm a lehetőséget, hogy válaszolhatok a kérdésekre. Így van, a központi bizottság nem írt elő semmiféle kötelező eljárási módot. Minden pártszervnek saját hatáskörébe utalta ennek eldöntését. Júliusban, amikor először tárgyalt a pártbizottságunk arról, hogy a folyamatok alakításában a Pécsi Pártbizottság milyen szerepe legyen, akkor már felmerült a pártértekezlet tartásának lehetősége vagy szükségessége. Kiküldtünk egy munkabizottságot a testület részéről, és megkérdeztek viszonylag sok embert, és akkor ez a nyári szakaszra értendő volt az a vélemény, hogy talán nem kellene tartani. Végül is szeptemberben, amikor a pártbizottság konkrétabban foglalkozott a munkabizottságunknak az anyagával, abban azon a testületülésen alakult ki ez a döntés. Jellemzően két oka van ennek a döntésnek. Egyrészt felismerte a testület, hogy a pártbizottság saját maga alkalmasságát ne minősítse, erre hivatott a pártagság. A másik, hogy a feladataink megoldását legdemokratikusabban akkor tudjuk biztosítani, ha a pártagság véleményére építkezve foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ez a két tényező a meghatározó. Most gondolom, hogy ez javarészben megtörtént, mármint a pártagság véleménynek a kikérése, mert hát attól függetlenül, hogy nyilván ott a pártértekezleten sok minden el fog hangzani. Azt hiszem, hogy az egész városi pártagság valamilyen módon véleményt nyilváníthatott a pártéletről, illetve a jelenlegi dolgainkról. Szinte minden alapszervezetben, vagy minden alapszervezetben megtárgyalták az előterjesztendő anyagot. Milyen észrevételeket tett a tagság ezzel kapcsolatban? Igen, valamennyi alapszervezetünkben október 27-e és november 17-e közti időszakban tartották meg ezeket azokat a taggyűléseket, vagy azt a taggyűlést, amelyen tárgyalták a Dunántúli Naplóban nyilvánosságra hozott beszámoló tervezetünket. Előre bocsátanám, hogy az indítás pillanatában jeleztük pártagságnak, hogy nem kívánunk átfogó minden részletkérdésre kiterjedő beszámolóval a pártértekezletre készülni. Az volt a véleményünk, hogy alapvetően a párt kérdéseivel, a pártbizottság és a pártbizottság szervei munkájával kellene foglalkozni, és azokban a kérdésekben közös nevezőre jutni, hogy hogyan tudunk jobban, eredményesebben dolgozni a jövőben. Három kérdést tettünk fel a nyilvánosságra hozott anyag vitájához, mivel értenek egyet, mivel nem értenek egyet, és milyen javaslataik vannak. Mik voltak a jellemző válaszok? Igen. Gondolom, ezeket lehet valamilyen módon csoportosítani. Igen. Az első kérdés, hogy mivel értettek egyet. A pártagságunknak közel 80%-a egyértelműen helyeselte a pártértekezlet összehívását. Egyetértettek azzal, hogy nyilvánosságra hoztuk a tervezetet. Egyetértettek azzal, hogy a pártagság véleményét kikérve kívánunk valamilyen dokumentum tervezetet beterjeszteni majd a pártértekezletre. Egyetértést kaptunk az önkritikus-kritikus hangvételre, de mindjárt mondhatnám ennek ellenkezőit is. Sokakat nem elégetett ki az önkritikai hangvétel, túl általánosnak, nem konkrétnak. És hogy a gondjaink, feszültségünk megfogalmazásánál nem állapítottuk meg, hogy személyileg kik a felelősek. Amikor azt nézzük, hogy mivel nem értettek egyet, akkor itt jellemzőként azt fogalmazhatom meg, hogy túl szűk témakörnek vélik azt, amivel foglalkozott ez a beszámoló tervezet, és hogy sok minden kimaradt. Példákat hozok fel. Nem foglalkozik az ifjúság kérdéseivel.
nem foglalkozik az idősebb korosztály kérdéseivel. Nem foglalkozunk a felsőoktató társadalmi kérdéseivel. Hogy az egészségügy, általában a közoktatás helyzete olyan, amilyen. Nem fogalmazunk világosabban, hogy ebben mi volt a helyünk, szerepünk, és mi a felelősségünk. A másik, hogy most, tényleg most került először nyilvánosságra, hogy pénzipar szerkezete, gazdaság szerkezete korrektan. Keresik a felelőst, hogy mikor aludtunk el, mikor nem ébredtünk időben, de hát nem ilyen egyszerű ez a kérdés, és hadd ne válaszoljak. Javaslatok közül nagyon sok olyan konkrét javaslatot kaptunk, amelyek mindenekötte megválasztandó új párbizottságnak a feladatai közé tartozik, tehát dolgozza ki a párbizottság Pécsváros gazdaság szerkezete módosításának koncepcióját. Legyen önálló koncepció a felsőoktatás fejlesztésére. Vizsgáljuk meg az ellátás, ezen belül például az egészségügyi ellátás alapkérdését. De vannak egyedi javaslatok is, észrevételek, például ilyen, hogy március 15-e legyen nemzeti ünnep, hogy felül kell vizsgálni, hogy indokolt-e városi párbizottság, megyei párbizottság, milyen viszony legyen, vagy egyáltalán legyen-e viszony a Mecseki Szénbányák, Észbányavállalat párbizottság és a Pécsi párbizottság között, és hasonló. Számon kéne, bocsássam meg, hogy fogalmazzuk meg világosan, mit teszünk az infláció csökkentésére, az életszínvonal csökkentés megállításáért, és stb. Stb. Most én pont ezt akartam kérdezni, hogy hallottam olyan hangokat, véleményeket, hogy ezek a gondok, vagy legalábbis ezeknek egy jó része az országos gond. Például az infláció, az iparszerkezet, eladósodás és így tovább, hogy akkor miért tárgyal egy városi pártértekezlet ilyenről, vagy egyáltalán mit tud ebből megoldani, vagy pedig a gondok egy másik része pedig olyan jellegű, ami helyi, hogy az meg tanácsi feladat, hogy mondjuk miért épült alagút Pécset, most van ez a Mátyás királyszobor vita, és így tovább. Hogy akkor most itt a kettő között, az abszolút helyi és az abszolút országos ügyek között hol van a városi párbizottság, illetve majd a párt értekezlet helye, szerepe? Hát egy nagyon fontos kérdésre kell tudnunk majd valamilyen formában választ keresni. Amikor a májusi párt értekezlet azt fogalmazta meg, hogy a pártvezető szerepe érvényesítését másként kell megoldanunk, ebből gondolom az is következik, hogy a párt a társadalmi, gazdasági, tudományos, stb. Területek fontos kérdéseivel sem fog tételesen foglalkozni. És attól, hogy egy beszámolóba egy sor kerül be, egy sorban kerül fogalmazásra valami, az nem azt jelenti, hogy leértékelte, nem becsülte, mert nem erre irányítja most a központi figyelmet. Országos kérdésekben sokkal kifogásolták, joggal talán, hogy nagyobb jelzőszerepet kell betöltenünk. Én most itt nem tudom bizonyítani, de évek óta ezt a jelzőszerepet érdemben betöltötte a párbizottság. Amit számon kérnek, vagy jeleznek kérdésköröket, hogy foglalkozzon, úgy, hogy tetszett mondani, meg egy része a tanács hatáskörébe tartozik. Hogy lesz-e Pécset Mátyás szobor, vagy nem. Vagy hogy az alagút épült meg az ottani felüljáró helyet. Ebben a városi párbizottságnak nem volt és nem is lehet szerepe. Erre van egy hivatott testület, akinek ezt el kell dönteni. Mondanék arra is példát, hogy hát mi korábban sem döntöttünk mi olyan kérdésekben Pécsi Városi Párbizottság, amelyek a tanács hatáskörébe. Például költségvetést mi nem tárgyalunk a párt. Már a tanácson vonatkozólag, vagy hogy létesítmények hol, hogyan épülnek. Számon kérik tőlünk, hogy miért nem foglalkozunk ilyen kérdésekkel. Hát akkor hogyan válunk politizáló párttá, hogyha ilyen ügyek, ilyen konkrét ügyekben szerepet kellene felvállaljunk. Pedig pont arról van szó, hogy a párt politizáló párt legyen, ne ügyintéző párt, meg arról is lépten nyomon hallani, ugye, hogy a politika és a tanácsi ügyek, az állami ügyek, helyi szinten tanácsi ügyek, váljanak el pregnánsan egymástól. Igen, ezt az elválást, ha szabad így mondani, tehát hogy differenciáljunk a párt munkában és az állami tanácsi munkában, ez szerintem lenn korábban elképződött, mint központi szinten. A párbizottságunk például, amikor elfogadja éves munkatervét, akkor fő irányok a célkitűzéseket fogalmaz meg. Természetes, hogy ezek a célkitűzések a központi politikai döntéseknek a megfelelő továbbvitelét jelenti. De hogy a bőrgyár hány százalékkal növelje termelését, vagy milyen piacra orientálódik, ilyenekben ez a párbizottság már régóta nem mond semmit, nem is mondhat, hisz ha igaz, hogy áru pénzviszony a közgazdasági szabályok
a meghatározóak a gazdálkodásban, akkor ezekbe azok szóljanak bele, akiknek felkészültsége megvan, és akik felelősen, tehát nem csak az ötleteket tudják adni, és megvalósítani, akik felelősségük megvan. A politika itt a személyi feltételekkel, a képzéssel, a szakmai kultúrával, a politikai kultúrával biztos tud foglalkozni a jövőben. De még egyszer mondom, úgy gazdasági kérdésekkel, mint 5 éve, 10 éve csináltuk, ez biztos, hogy lejárt ez az időszak. Én úgy tudom, hogy ezeknek a taggyűléseknek egy jó részén személyesen ön is járt, meg nyilván a munkatársa is. Milyen most a párttagság hangulata Pécsett? És ezzel összefüggésben milyen hangulatú pártértekezletet vár december 17-én? Igen, hát én is voltam néhány taggyűlésen, sajnos nem annyira, mennyi szerettem volna részt venni. Azt mondhatom a hangulatra, hogy lényegében nem különbözik a társadalom hangulatától a párttagság hangulata sem, és ebben én azt látom okként megfogalmazhatónak, hogy társadalom szinte minden kategóriája, foglalkozási ágazatában a mindennapi létért való küzdelem, mintha egy kicsit erősebb tényezővé vált volna, mint mondjuk a 70-es években volt. Pártagoknak is ugyanúgy a mindennapok hatásai alatt kell kifejteni a munkájukat. Van egy csomó elégedetlenség, van egy csomó türelmetlenség, egy csomó jogos kritika és jogos türelmetlenség. Az útkeresés, a válaszadás, a hogyan továbbra, mintha egy kissé halványabb lenne. De ennek megoldásában nem tudom másként elképzelni. Mondok rá konkrét példát, hogy míg egyik oldalon az infláció, számon kérik, hogy mi mit teszünk az infláció ellen. Biztos, hogy közgazdászok kritizálhatják, amit most mondani fogok. Többek között infláció gerjesztő hatású az üzemek, azon üzemek, azon törekvése, amely termelő árnövelésben jut kifejezésre. Ez végső a fogyasztónál megjelenik, hogy amint drágább piaci ár. Na de hát kérem szépen, a pártbizottság hogyan lépjen fel, hogy ne emelje X vállalat a termelői árát? Ezt ott döntik el. Azt ott döntik el. Tehát, hogy milyenek legyenek ezek az áruviszonyok, ott helyben kell jobban mérlegelni, gondolkodni, netán egy-egy döntés meghozatal előtt rádöbbenni arra, hogy ugyanaz az ember, aki termel és érdekelt, hogy minél nagyobb nyeresége legyen a cégnek, kint ugyanaz az ember fogyasztó, és ugyanak a terméknek az áráért, ugye az infláció hatása következtében többet kell fizetnie. Na hát ezek ellentmondásos dolgok. Meggyőződésem, hogy nem olyan pártértekezlet lesz most Pécsett decemberben, mint 85-ben vagy 80-ban. Mások a körülmények, más az emberek gondolkodása, mások azok a motivációs rendszerek, amelyek nap mint nap hatnak ránk. Én azt hiszem, hogy kritikus hangvételű, helyenként hisztabb gyűléseken is szenvedélyek is, hogy mondjam, eléggé erős hatást gyakoroltak egy-egy felszólaló véleménye megfogalmazásánál, de hiszem, hogy felelősség is ki fog fejeződni tartalmi kérdések formálásában, épp úgy, mint a személyi kérdések megoldásában. És végül, nagyon kevés időnk van, egy nagyon rövid választ lehetne kapni egy sokat foglalkoztató kérdésre, ami ilyenkor óhatatlanul előkerül, hiszen az országban eddig lezajlott pártértekezlet tapasztalatai kérdeztetik ezt az emberrel, hogy hát lesznek-e a testületben személyi változások, megváltozik-e a pártbizottság? Igen. Biztos, hogy megváltozik, hisz az előkészületi munka alakításának vagy végzésének elveiben is már a korábbiaktól eltérő az, ami szerint elindult a munka. Az, hogy a Pécsi Pártbizottság létszámának kétharmados arányát a pártbizottságot, tehát a Városi PB által irányított pártbizottságok delegálási jogot kaptak. Ez ma 31 főt jelent. És a közvetlen irányítású alapszervezeteink közül a 60 főnél nagyobb létszámú alapszervezeteink szintén delegálási jogot kaptak. Így a testület létszáma 40, 41 fő, 42 fő, majd meglátjuk a végkifejletben, kétharmadát, tehát teljesen új szisztéma szerint választották meg. Ez már önmagában a cserének egy nagy forrása. A másik, hogy a pártértekezlet választ a delegáltak mellé az fennmaradó egyharmadot, hogy ez most 20 fő, vagy 21 fő, vagy 22 fő, majd a pártértekezlet állást foglal.
hogy milyen létszámú pártbizottságot akar létrehozni, működtetni. Itt is a jelölést előkészítő bizottság teljes szabad kezet kapott, egyetlen egy kritériumot fogalmaztak meg a pártbizottságon, alkalmasság. Tehát ez önmagában is már forrása annak, tehát az össze, ahogyan majd létrejön a pártbizottság, ez már önmagában forrása lesz a személyváltozásoknak. Ez egy természetes folyamat meggyőződésem szerint, és nem kis felelőssége lesz majd a megválasztott pártbizottságnak, hogy hogyan vezényelje a folyamatokat. Köszönöm szépen Szent Irány Józsefnek, a MSZMP Pécsvárosi Bizottsága első titkárának, hogy elfogadta meghívásunkat, akitől abban a reményben búcsúzom, hogy ez a városi pártértekezlet nem csak a párt tagság számára hoz valamilyen megújulást, hanem átételisen is, de a város életére is hatással lesz. Köszönöm a lehetőséget, és utolsó szóként nyilvános pártértekezlet lesz, és erről majd a Dunántúli Naplóban tájékoztatjuk a város lakosságát. Köszönöm szépen. Egészen más korosztálynak. A gyerekektől búcsúzunk a Tom és Jerry egyik epizódjával, melynek címe Kellemetlen landolás. Pécs felszabadulásának 44. évfordulója alkalmából Pécs megyei város tanácsa november 29-én 10 órai kezdett el a Városháza nagytermében ünnepi tanácsülést tart, melynek első napi rendi pontja ünnepi megemlékezés lesz. Előadó Erdély Zoltán, a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja. Második napi rendi pontként a díszpolgári cím és a Pro Urbe Pécs emlékérem adományozása szerepel. Pécset az Ifjúsági Ház galériájában Micki Ervin Rózsa Ferenc díjas újságíró Vietnám közelről című fotokiállításának megnyitójára kerül sor december 2-án 14 órai kezdett el. A kiállítást megnyitja Szászi József, a Magyar Hírlap főszerkesztő helyettese. A KISZ központi bizottsága és az 508-as számú Tar Imre szakmunkásképző és szakközépiskola hazánk felszabadulásának 44. évfordulója tiszteletére megrendezi a 22. országos középiskolai és szakmunkás tanuló fotókiállítást Pécsett az 508-as számú Tar Imre szakmunkásképző és szakközépiskolában. Beküldési határidő 1989. március 1-e. Nyilvános képbírálat az iskolában március 5-én 9 órakor lesz. Az ünnepélyes megnyitóra és díjkiosztásra április 4-én 12 órakor kerül sor. A kiállítás 1989. áprilisáig tekinthető meg. A Művészetek Házában december 2-án iparművészek tervezte tárgyak bemutatójára kerül sor, és bemutatkozik a Habitus Iparművészeti Alkotóközösség. A nézők által ismert és kedves újság, a Vonal című divatlap jövő évi tavaszi modelljeit láthatják a ház nagytermében 19 órai kezdettel. A modellek és a bőrkiegészítők, üveg, táskák a helyszínen meg is vásárolhatók. Az 1988. július 14-én alakult Vonal divatáru tervező, készítő és lapkiadó Kft. Alapító tagjainak a célja egy magas színvonalú divat és igényesség kialakítása. De ahhoz, hogy a nők kiegyensúlyozottak, derűsek legyenek, jól érezzék magukat a bőrükben, meg kell tudniuk alkotni saját magukat, melynek az öltözködés egy része, de csak a többivel összhangban érhető el a megfelelő hatás. Hogy hogyan és milyen nagyszerű ötletekkel, azt megtudhatják önök is, ha rendszeresen olvassák a Vonal című lapot, mely a jövőben magazin is kíván lenni a témához szóló cikkek, riportok során.
December 5-től a karácsonyi vásár ideje alatt a Művészetek Háza folyosó galériájában a Habitus alkotóközösség által tervezett téli modellek, valamint Sárvári Katalin és Semsei Gabriella iparművészek ruhái vásárolhatók meg. A szép és ízléses ruhák reméljük sokaknak segítséget nyújtanak majd a karácsonyi ajándékozáshoz. Fiatal Pedagógusok Klubja alakul november 29-én kedden este 6 órakor a Pécsi Nevelőházában. A Pécsi Pedagógus Kézbizottság szeretettel várja a klub jövendő tagjait. Játékbolt nyílt Pécsett a Sarohin tábornok útján a Gömbőc falatozó közelében. Ez az első játéküzlet a környéken, és a csaknem 20 négyzetméteres létesítményben érdekességnek számítanak az osztrák és kínai játékkülönlegességek. A Domus áruházban ma délelőtt került sor a Domus 88 nyereménykötvények sorsolására. Most ismertetjük a fődíjak nyerteseit. Első díj Dacia személygépkocsi, nyerte a barna 444-es kötvény tulajdonosa. Második díj Vénusz színes tévé, nyerte a piros 327-es kötvény tulajdonosa. Harmadik díj Kolotron színes tévé, nyerte a kék 100-as kötvény. Negyedik díj a Hifi torony, nyerte a kék 338-as kötvény tulajdonosa. Az ötödik díj a 20 000 forintos kötvény, nyerte a barna 146-os kötvény tulajdonosa. A teljes nyereménylistát megtekinthetik a Domus áruházban, valamint a heti sajtóban. És még két információ a Domus áruházból. December 10-én 10 órakor lesz az aranycsengő helyi sorsolása. December 1-től 23-áig ezüst fenyővásár kezdődik. Ezüst és aranyvasárnapokon az áruház 8-tól 17 óráig várja a vásárlókat. Sport. Országszerte a bundaügyben érintett labdarúgó egyesületek szponzorai egyre másra vonják meg támogatásaikat, mint ahogy ez a PMSC házatáján is hírlik. Az Interag RT cég vezérigazgató helyettese Győző Gábor kijelentette, hogy a labdarúgók mezéről mielőbb kerüljön le a vállalat neve, azonban az évi 8000 forint megvonásáról még nem született döntés. A 26-án szombaton Egerben lejátszott labdarúgó MNK fordulón a PMSC az EgerSC MB2-es csapata ellen 1-0-ás győzelemmel tovább jutott a következő fordulóra. Garami József nyilatkozata szerint a továbbjutás a teljes csapatjátéknak köszönhető. A budapesti női kézilabda kieséses rangadón a PMSC 20-16 arányú vereséget szenvedett a Herz SC-től. Remélhetőleg jobb lesz a folytatás holnap a KNER Kupa vidékbajnokság keretében sorra kerülő játékuk alkalmával. A városi sportcsarnokban 17:30 kezdődő mérkőzésen a szegedi Budaprint lesz a lányok ellenfele. És végül az időjárásról. Ma este már nem lesz számottevő csapadék, éjszaka helyenként köd képződik. Holnap gyakorta erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen gyenge eső, futózápor lesz. Megerősödik a nyugati szél, hajnalra 0 plusz 2, holnap kora délutánra plusz 7 plusz 9 fok közötti hőmérséklet várható. És most reklám következik. Gyorsan, olcsón, praktikusan. Egy építkezés gondjaitól szabadul meg, ha a beton- és vasbetonipari művek által gyártott, több célú térelemet választja. A 17 négyzetméter alapterületű előre gyártott vasbetonelem kétféle belmagassággal készül. Alkalmas gépkocsi tárolónak, elárusító pavilonnak, buszvárónak, hétvégi háznak és sorházként is telepíthető, igény szerint elhelyezett ajtókkal és ablakokkal. Egy különleges típusa a robbetár elem, robbanóanyagok tárolására használható. Szállítja az épfuvolán speciális járműveivel, mely az alapra el is helyezi. Megrendelhető a beton- és vasbetonipari művek Pécs Hirdi telepén, telefonszám 72 12 744. Thank you.
Szeretnénk. Az előbb felolvastam adő, hogy a Domus Áruházban ma délelőtt került sor a Domus 88 nyereménykötvények sorsolására. Helyesen Baranyaker nyereménykönyvek sorsolására fog sor kerülni. Kedves nézőink, műsorunk lassan végéhez, vége felé közeledik. Könnyű, kellemes szórakozást ígér a Neoton Familiával készült néhány felvételünk. Most ezek következnek. Kisfiú, rajzolt hozzá sasorú indiánt. Azt kérdezi levelében, a lelkes válasz reményében, bajnok vagyok-e karatében? A válaszom nem vagyok bajnok, nem rúgtam soha életemben, és nemet mondok bónak bajnak, csak szelítség van énekemben. Nem ütök rúgok le a bal kézzel,
nem rikoltozok, mint a majmok. Ezért bizony sose voltam se fénycsillag, se hős, se bajnok. Japán barátom van több száz is, és láttam egyszer Hiroshimát. Ezért nem hat rám úcska frázis, nem irigylem a győztes észmát. Levelet ír egy kedves kisfiú, rajtolt hozzá sasorú indiánt. Azt kérdezi levelében, a lelkes válasz reményében, bajnok vagyok-e karatében? A válaszom nincs, csak a bárdom, nem gyűjtök véres kalpokat, de a próbát mindig kiállom, és leküzdök nehéz gondokat. Nem rúgok bőrös emberekbe, nekem is vannak bűneim. Nem szédülök meg sikerekbe, ha így oktattak szüleim. Talán hajdan élt egy ember, aki minket békére intett, a megbocsájt bajnokaként, lett példaként, ha Thank you.
hogy nem ér csalódás. Kék a számla, kék a mutató, kék füstöt fúj az idő. A csodát várok, kék lesz a rózsa kilő. Szép volt, ami szép volt.
Kedves nézőink, ezzel a zenés műsorral a közösségi televízió adása véget ért. Reméljük, jól szórakoztak és nem bánták meg, hogy velünk töltötték az estét. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk ismét. Viszontlátásra, nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek!